írtam egy szkriptet, többször átolvastam, most teszem fel mégis másodszor az adás, mert nagyon nem ment. Na mindegy, ez most egy ilyen... Ezzel szoktam felvenni a Szertár podcast adásokat, tartozik hozzá több ilyen mikrofon, most per pillanat csak egyet használok, mert hogy egyedül vagyok, illetve van egy ilyen nagyon viharvert fülesem is, amit most ilyen hülyén rakok fel, hogy ez a mikrofonhoz ne érjen hozzá. Ez a füles arra tökéletesen jó, hogy a jelszintet tudjam ellenőrizni, hogy végig kifogástalan-e, kell-e valamit újra venni esetleg, vagy hasonló. Aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy visszahallja a hangját, annak elég fura lehet, de egy idő után hozzászokik az ember. Na mindegy, elindult a felvétel, és hajrá! Rendben van, Robika, meg tudod csinálni, vállat lazán. Nem tudom most elengedni magam, érzem, hogy be van feszülve a vállam, ilyenkor van az, hogy elcsuklik a hangom, be vagyok rekedve, stb. Stb. De... De hát megpróbáljuk. No. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast akárhanyadik adása, 260-valahány. Ennyiszer ültem le, vagy az elején még Habcival, azaz Hauptrich Tamással ültünk le beszélgetni kutatókkal, szakértőkkel, hogy a dolgok mélyére lássunk, megmutassuk, mi zajlik a hazai kutatóintézetekben. Voltak a karrierjük elején álló kutatók, és voltak olyanok is, akik személyes alakítói a magyarországi tudományos életnek, köztük két MTA elnök is. De voltak vendégek határterületekről is. Hány tudományos podcast mondhatja el magáról, hogy volt benne vendég Oscar-díjas filmrendező? Na ugye? Remélem volt csak humor, de voltak azok a beszélgetések is, amelyek mély, strukturális témákat feszegettek. Voltak adások, amik nekem is nagyon meghatározóak voltak. Erősen alakították azt, ahogy gondolkodom a világról. Megtanítottak arra, hogy legyek képes újraértékelni a korábbi álláspontjaimat. Vagy inkább megtanítottak arra, hogy legyek képes újraértékelni a korábbi álláspontjaimat. Valamelyik a kettő közül. Voltak adások, amik nekem is nagyon meghatározó. Erről beszélek. Voltak adások, amik nekem is nagyon meghatározóak voltak. Erősen alakították azt, ahogy gondolkodom a világról. Megtanítottak arra, hogy legyek képes újraértékelni a korábbi álláspontjaimat. Voltak, amik nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, és voltak, amik teljesen félrementek. 200-valahány adásba azt hiszem, ezek mind beleférnek. A többszöri szolgáltatóváltás és a kezdeti gyatra analitikai megoldások miatt nehéz lenne statisztikákat előhoznom, nem is próbálom meg. Az viszont biztos, hogy a Szertár Magyarország legrégebb óta, ha nem is rendszeresen, de folyamatosan futó tudományos ismeretterjesztő podcastje. Ezt nem hiszem el, hogy ezt nem tudom kimondani. Be vagyok feszülve. Az viszont biztos, hogy a Szertár Magyarország legrégebb óta, ha nem is rendszeresen, de folyamatosan futó tudományos ismeretterjesztő podcastje volt. Egészen mostanáig. 3 adás is van még hetek óta megvágatlanul, és több interjú le van egyeztetve, ma mégis meghoztam. Ma mégis meghoztam azt a döntést, hogy lezárom a Szertár podcastet, és ezzel egy menetben a kísérleti formátumként elindított Lackó Gazda podcastet is. Sem időm, sem pénzem nincsen tovább fenntartani. Hogy a meglévő adások meddig lesznek elérhetők, nem tudom megmondani.
Ha van olyan epizód, amit szeretnétek félretenni magatoknak, kérlek, még most töltsétek le. Nagyon köszönöm közel 250 vendégemnek, hogy vállalta a beszélgetéseket. Nagyon köszönöm annak a több tízezer hallgatónak, aki megtisztelt a figyelmével, legyen szó a kezdetektől mostanáig velem lévő törzsközönségről, vagy olyanokról, akik csak egy-egy adásba hallgattak bele az elmúlt 8 évben. Külön köszönöm azoknak, akik a podcast egy fontos életszakaszában anyagilag is hozzájárultak kisebb... Külön köszönöm azoknak, akik a... Akik a... Külön köszönöm azoknak, akik a podcast egy fontos életszakaszában anyagilag is hoz... Az előző körben itt elbőgtem magam, csak szólok. Ott elítottam le a felvételt. Külön köszönöm azoknak, akik a podcast egy fontos életszakaszában anyagilag is hozzájárultak kisebb-nagyobb összegekkel a fenntartási költségekhez. Nélkületek még eddig sem tudtam volna csinálni. És természetesen köszönöm azoknak az intézményeknek és cégeknek is, akikkel valamilyen formában, valamilyen por... És természetesen köszönöm azoknak az intézményeknek és cégeknek is, akikkel valamilyen formában, valamilyen projekt keretében együtt csináltunk adásokat. Köszönöm tehát mindenkinek. Legyen szép hetetek. Sziasztok!